Miért van szükségünk legendákra? Olyan meseszerű történetekre, amelyek egyébként valamennyiünket túlélnek. Őrizzük és továbbadjuk ezeket. Talán azért, mert az ember válaszokat keres kérdéseire, a természettel, az emberi természettel és bizonyos rejtelmes esetekkel kapcsolatban is. És ha a kérdésre sehonnan nem jön a válasz, hát ő maga kitalálja. A Szatmári táj külön kis szigete a Szatmárcseke északi részén lévő református temető. Különleges látványt nyújt a több mint 1200 ember magasságú sötét fejfával benépesített sírkert. Csónak alakúnak és ember alakúnak is mondják a csekei fejfákat, de a két formát ötvözve csónakban fekvő ember alak szimbolikájáról is beszélnek. A temető fejfa kultúráját eddig még nem tisztázták egyértelműen. ...1776-ig lehet visszamenni, mert akkor nyitotta meg ez a temető a kapuját, akkor telepítették ki ugye a szintelenből a temetőket a falunk kívülre, és 1776-ban már ilyen fejfával temetkeztek. Amire én emlékszek, legrégebbi fejfa 1820-as volt, amit a 70-es évek elején elvittek Szentendrére a Skanzenba. Most van két legrégebbi fejfánk a temetőben, az egyik 1880-as, a másik 1887-es. A töve már többször volt kicserélve, de a felső része még ugyanez. Tehát 1776, pedig más írásos hagyomány nem maradt fent, pedig ezt kutatta Nyáradi Mihály, Zoltai Lajos, Endés Sándor, Amadeo Borsoly, a Padovai Egyetem történelmi tanszékvezető tanára. 2002-ben a Szatmárcsekei református temetőből írta a nagy doktoriát. Ő is, ami múzeum levéltár volt Magyarországon, mindent bejárt, de írásos hagyományt nem talált. Tehát amit tudunk, ezt a régi öregektől hallottuk, és legendák. Ugye most legutoljára 5 éve Lánkovács Éva, neki az édesapja ide való születésű, ő kutatta a Szatmárcsekei református temető múltját, és ő is azt mondta, Pista bátyám, mindent bejártam, semmit nem találtam, és ugye ő tett ide ki 4-3 táblát a temetőhöz egy pár leírással, de ő se talált semmit. Tehát csak tényleg legendák vannak. Azt mondjuk, hogy Csónak fejfás temető. Ezt Nyáradi Mihály ragasztotta rá 1930-as években, addig csak fejfás temetőnek hívták, de mondjuk meg őszintén, nekem soha nem jelentett Csónakot. Nekem mindig ilyen nagykendőbe burkolott idős nénikét jelentett, aki feltette a nagy fekete fejkendőt, és az orra meg a szája látszott ki belőle. De különben is, hogyha jól megnézik ezeket a fejfákat, inkább hasonlít ahhoz az úgynevezett nádasokba használt, mocsaras vidékeken használt bödönhajóka, ami egy fába volt kifaragva. Tehát nekem inkább azt jelenti, mint Csónakot. A temető a benne lévő fejfákkal igazi különlegességnek számít, de vajon valahol máshol, akár Magyarországon vagy a világ más pontján találunk-e hasonló alkotásokat? Van már 12-14 éve, akkor járt nálam az ELTE Tudományi Egyetem tanszékvezető tanárnője, és azelőtt 2 héttel jött haza az úgynevezett ős hazából, az Urálontól, a Hantiktól és a Mancsiktól. Azt mondja, képzeljem el, mikor bejött a Szatmárcsekei temetőbe, ő letérdepelt, mert azt mondja, 2 hete láttam ilyeneket, az úgynevezett ős hazába, és azt mondja, ott egy különbség van a fejfák közt, hogy ott nem állítják, hanem fektetik a sírra, heggyel az északi Jeges-tenger felé, és azt mondja, hogy tehát azt tartják, hogy a halottak ezen a csónakon mennek át az északi Jeges-tengerbe pihenni. És ugye ott nem élve faragják a hátulját, mint mi a fejfáknak, hanem lapossal, hogy megálljon a síron. Tehát ott nem állítják. Úgyhogy ennyit tudok, hogy ott
még lelhető fel. Van egy hasonló hajdúböszörménybe, hasonló, egy pár fejpa van ott a temető sarkában, de hát az nem mérvadó. És hát van itt a szomszédközségben, Túl Istvándiban, vagy 5-6 csekei elszámozottnak. Tehát akik csekéből számoztak el, én csináltam nekik a fejfát. Ehhez ugye kellett két ember, hogy ez a hagyomány fennmaradjon, mert ugye a 70-es évek elején jöttek be a műkősi emlékek Magyarországa. Akkor számoltak fel nagyon sok temetőt Magyarországon, nagyon sok fejfás temetőt. És akkor Lakatos József tanár úr, ő magyar szakos tanár volt és Kölcsey kutató. Ő azt mondta, hogy meg kellene menteni ezt a temetőt, mert ilyen sehol nincs máshol, a környéken se, próbáljuk meg megmenteni. Én már akkor negyedik éve csináltam a fejfákat a temetőbe, azt kérdezte, partner leszel benne? Igen. És akkor ketten megpróbáltuk ezt a dolgot véghez vinni, tanár úr rendezte a papírmunkát, ugye, hogy 73-ban műemlékén nyilvánították a temetőt, és akkor én vállaltam, hogy viszem tovább ezt a hagyományt 25 évig. 52 év lett belőle. Úgyhogy egyrészt Lakatos József tanárunknak köszönhető, másrészt nekem, nem azt mondom, hogy nem volt vita belőle a faluba. Mert nagyon sok ember akkor, hogy akkor ő is sírkövet csináltat, mert hogy a szomszéd faluba lehet a másik falu. Tehát, és volt belőle vita, de végül mindenki belátta, hogy ez a jó. Közösség formáló, identitás erősítő ereje van ennek a hagyományőrzésnek. Mikor felhozódott az, hogy közös halottas házat csináltatunk a katolikusokkal, hova csináltassuk a közös halottas házat? Hát legyen a katolikus temető, meg a református temető sarkán, mert nekünk van egy új temetőrészünk a reformátusoknak, ahova lehetne sírkővel temetkedni a reformátusoknak, akik nem akarnak fejfát. De eddig még senki nem jelentkezett, hogy ő sírkövet akar a hozzátartozójának, vagy magának csináltatni. Tehát mindenki ragaszkodik a fejfához. Ez a hagyomány, ehhez ragaszkodik mindenki. A csekei református temető történetéről, a fejfák formájáról többféle legenda is él. Volt Sélgazi bácsi, meg Kovács Jóska bácsi. Őktőlük hallottam legtöbbet a temetőről. Ugye Gazi bácsi meg Jóska bácsi mindig azt mondták, hogy ugye a falu halásztelepülés volt, körbefolyta a Tisza, és három domba épült. És a halász vagy a csónakjába temették el, vagy a csónakját állították neki fejfagyanán. Gazi bácsi azt mondta, de Jóska bácsi vitatkozott vele, azt mondta Gazi bácsi, hogy két felvágták a csónakot, egyik felébe eltemették, a másikat felállítottak neki fejfának. Azt mondta Jóska bácsi, ez nem igaz, csak felállították fejfának. Tehát azért mondom, itt is megosztottak a vélemények, de ilyen vélemény is volt. Én Széla Gáspár, én születtem 1907-ben, június 26-ban, a Kisar községben, és 39-ben jöttem ide csekébe, ide nősültem, azóta itt lakom. És azóta ezt a temető gondolgatom, mióta már védett temető lett, azóta én gondolgatok, 101 sírt. Egységből halászgatott a felső tengereken egy halász, egy cseke nevű halász, az Azovi, Balti tengeren, Kárpi tenger, Fekete tenger, onnan jött a Dunára Tiszára. A Tisza meg is volt akkor, ez a Tisztás, ahogy van itt. Úgyis a térképen is úgy szerepel, hogy Tóközi Fizes. Körül volt Tiszával régen ez a hely. De a csónak ebben a történetben is benne van. Azt mondják, hogy a Káron tengerén ezen a csónakon mennek át a halottak a túlvilága. De ez szerintem a magyar hagyományokban nincs benne, hanem inkább a külföldi
temetkezési szokásokban van benne, hogy a Káron tengerén ezen a csónakon mennek át a halottak a túlvilágra. Tehát a magyar hagyományokban nem nagyon olvastam még róla. Úgyhogy szerintem ezt csak úgy átvették. Temetében jelen pillanatban 1270 darab fejfa van, és ebből 680-at én készítettem. De ha most azt nézzük, nekem tulajdonképpen minden fejfához közöm van, mert 78-79-ben a felújításkor mi minden egyes fejfát kiszedtünk, és amit ki kellett oldani a tövét, kitoldottuk, amit nem, azt feljavítottuk, és akkor megszámoztuk a fejfákat, és mindet visszaállítottuk a helyére. A szatmárcsekei fejfának megvan a maga hagyományos formája, melytől a helyi faragó nem tér el. A csekei fejfa töltyfából készül, a föld feletti rész sokszor másfél-két méter hosszú is lehet, szigorú meghatározás szerint előről sík, hátulról pedig ívesen hajló lapokkal határolt, csúcsban végződő, változó keresztmetszetű hasábtömb. A fejfák szövegeit tekintve elmondható, hogy valamennyi fejfa felirata az A, B, F, R, A, vagyis a boldog feltámadás reménye alatt betűrövidítéssel kezdődik, és többségük a BP, vagyis béke poraira felirattal zárul. 50 évvel ezelőtt a csekei határ volt a fejfa, csak sajnos a rendszerváltáskor a csekei határt letarolták. Tehát a fejfának valókat kivágták, pedig volt egy úgynevezett gazdák erdeje, én szerettem volna megmenteni, mert akkor még egy évszázadon keresztül lett volna szatmárcsekei embereknek honnan fejfát adni, de nem engedték meg, hanem hát levágták, mondjuk meg őszintén, eladták. És most a Talpai Erdőgazdaságtól, a Kömeri Erdőgazdaságtól, Vámosatyáról, tehát ezekről a helyekről szerezzük be a töltyfaanyagot. Nagyon sokat változott a faanyag minősége. Ezelőtt hát a motorfűrész is küzdött benne, de most már nem. Tehát a motorfűrész úgy megy benne, mintha vízbe menne. Tehát inkább hasonlít most már a fenyőfa minőséghez, a szilárdsága, mint a töltyéhez. Úgyhogy annyira megváltozott a faanyag minőség. Amikor én kezdtem 69. november 6-án, akkor még tiszta kézzel csináltuk, tehát ácsfejsze, ácsbát, keresztvágófűrés és kézigyalú. Akkor kellett neki másfél-két nap, attól függött, hogy milyen nagy volt a fa. Most már ugye gépesítve van, motorfűrész, kézigyalúgép, csiszológép. Egy fél nap alatt elkészül a fejfa, utána a festés, és másnap reggel meg lehet írni, tehát bele lehet lésni a betiket. Tehát jóval kevesebb időbe, és kevesebb erőbe kerül. A himnusz költőjének, Kölcsei Ferencnek itt lévő sírja miatt a Magyar Turisták Zarándok helye e sírkert. Ebben a temetőben még rengeteg hely van, tehát két oldalra lehet beüteni, meg van úgy csinálva, hogy ki van hagyva a családoknak a hely. Tehát ha valakit eltemettek, először kihagyják a helyet, hogy a következő, aki meghal, ide legyen mellé temetve. Fejfák ma is készülnek. A hagyományt és a temetőt is gondozzák, őrzik, és amíg nem derül ki a különös fejfák valódi eredet története, a hozzá kapcsolódó legendákat is. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.